Magyar Bánhegyesen az első iskola 1862-ben létesült. A kezdetekkor az iskola közös épületben kapott helyet az imaházzal és a jegyzői lakással. Az akkor még egytantermes iskolát a Római Katolikus Egyház tartotta fenn. 2007-ben kistérségi társulási formában működött tovább. 2012 végén a kistérségi társulás megszűnt. Intézményünk neve Magyar Bánhegyesi Kossuth Lajos általános iskolára változott. Jelenleg 135 tanuló jár iskolánkba. Az osztályok létszáma átlagosan 16 fő. Tanulóink többsége hátrányos helyzetű szociokulturális környezetből érkezik. A HH-s tanulók aránya 33%, a 3H-s tanulók aránya 17%. De 5%-ban jelen vannak azok a tanulók is, akik jobb anyagi és kulturális körülmények között élnek. Intézményünk számára minden gyermek érték, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre. Ennek megvalósulását segítőkész, egy csapatként dolgozó családias hangulatú tantestületünknek köszönhetjük. Hogy ez így is maradhasson, kirándulásainkba, rendezvényeinkbe közösségépítő feladatokat is integrálunk. A jelenlegi 7 szokás szemléletformáló programunknak is ilyen szerepet tulajdonítunk. Amennyiben sikerül a szemléletformáló gondolkodást iskolánk életébe sikeresen beilleszteni, úgy lehetőségét látom a tanulmányi eredmények, illetve a tanulói magatartás javulásának és a szülői elégedettség még nagyobb növekedésének. Igyekszem támogatni kollégiumát abban, hogy a Kulcs egy jobb élethez projektből minél több hasznos információt használjanak fel annak érdekében, hogy megismerjék önmagukat, hogyan válhatnak jobbá, értékesebbé. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian megpróbálják beépíteni a hallottakat saját életükbe, későbbiekben pedig oktatás során megismertetni ezeket a lehetőségeket a tanulókkal is. Az életvezetési készségeket fejlesztő iskolakultúra program a nevelés dimenziójában tud jelentős hozzáadott értéket képviselni az általános iskolában. Amikor a pedagógusok szembesülnek azzal, hogy a gyermekek egyre növekvő hányada otthonról fizikai, szellemi, mentális, érzelmi hiányokkal érkezik az iskolába, és rájuk marad a korábban a családban elvégzett nevelés növekvő hányada, akkor ehhez működő, eredményes eszközökre is szükségük van. Az mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a nevelés meg kell, hogy előzze a tanítást az intézményben. Éhes, kialvatlan, bántalmazott vagy elhanyagolt gyermekek nem képesek 45 percen át figyelni. Az életvezetést tanító iskolában a szokásos teljesítmény elvárások előtt a pedagógusok más szemüveggel is látják a diákokat. Azt tanítjuk meg nekik, hogyan fedezzék fel a gyermekekben az értékeket és a lehetőségeket, hogyan kommunikálják ezt olyan világosan, hogy azt ők is felfedezzék önmagukban. Ehhez először saját életükben tanulják meg alkalmazni a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokását. Az út a felelősségvállalástól a célok kitűzésén keresztül a megvalósítás tanulásán átvezet az egyéni, személyes győzelmig. Ez azt jelenti, hogy az első 3 szokást alkalmazva önmagamért, a döntéseimért, választott céljaim megvalósításáért felelős, független emberré válhatok. De ez a kutatások szerint, amire az életvezetés iskolája alapul, nem a végső célja az emberi jellem fejlődésének. A világ, amiben élünk, kölcsönös függőséggel átitatott. Ahhoz, hogy a kapcsolatainkban is eredményesek legyünk, és a 21. századi kompetenciáinkat továbbfejlesszük, szükség van arra, hogy a második 3 szokást is elsajátítsuk. A 4. szokás a gondolkodj nyer-nyerben, egy attitűd, az 5. szokás az először érts, aztán értesd meg magad, egy kommunikációs eszközt ad ezekhez, és a 6. a teremts szinergiát szokása pedig az alkotó, probléma megoldó együttműködéshez szükséges gondolati keretet és eszközöket ad, ahogyan minden szokás. Végül az élezd meg a fűrész szokásának elsajátításával válik lehetségessé,
hogy mindaz, amit megtanultunk az első 6 szokásban, azt meg tudjuk ismételni holnap, vagy bármikor később. Ez az egyensúlyteremtés a folyamatos fejlődés szokása. Az intézményben zajló fejlesztés által lehetővé válik, hogy a diákok és a pedagógusok ezeket a természetes, minden ember számára könnyen követhető alapelveket követve kifejlesszék magukban a képességet, hogy a bennük rejlő lehetőségekből hosszú távon eredményes életet építsenek, amely elégedettséggel töltheti el őket, és a környezetüknek is javára lehet. A magyarországi bevezetés akkreditált pedagógus továbbképzéseken keresztül zajlik, és a mindennapok részévé teszi a 7 szokás szerinti működést az iskolában. Mindenki számára használható közös nyelvet, gondolkodási keretrendszert ad az érzelmi, szociális fejlődéshez, az önmagunk tudatos vezetésének napról napra tanulásához. Különlegessége éppen abban áll, hogy nem borítja fel az iskola hagyományos rendszerét, hanem a tanítási órákba illesztve, lépésről lépésre, más tananyaghoz hasonlóan tanulhatóvá teszi az életvezetési készségeket. Akár a folyosói viták, akár az ebédlőbeli viselkedések, vagy a közös programok kiváló teret adnak ezeknek a tanítására. Azt tapasztaljuk, hogy a programmal élő iskolákban rövid idő alatt szignifikánsan lecsökkennek a magatartási problémák, az agresszív megnyilvánulások száma, javul a gyerekek motiváltsága azáltal, hogy felhatalmazást kapnak a saját céljaik kitűzésére, eszközöket a problémás helyzetek megoldására, és a hagyományos pedagógiai szemlélet alkalmazása mellett tanáraik a 7 szokás szemüvegén keresztül mindig látják bennük az értékeket. A résztvevők frissen a nyári szabadság után feltöltődve érkeztek a képzés első napjára, gyorsan sikerült visszahangolódni a 7 szokás gondolatiságába. A pedagógusok aktívan részt vettek az iskolai jövőkép grafikus megalkotásában és a legfontosabb éves célok meghatározásában. A képzés második napján a közös munka nyugodt, barátságos légkörben folytatódott tovább. Nagyon élvezték a sok hazai és nemzetközi módszertani ötletet, amelyet bemutattam nekik. Többször megfogalmazták, hogy már el tudják képzelni magukat a diákok körében, amikor a 7 szokást fogják oktatni nekik. Választ egy nagy követ, egy olyan tennivalót, ami közelebb visz téged, abban a szerepedben megfogalmazott a célodhoz, hosszú távú célodhoz. Viszont azt is kiemelték, hogy a szokások csak rendszeres gyakorlással válnak a hétköznapi életük meghatározó részévé, és csak így lehetnek hiteles példája a tanulók számára. A képzés utolsó napján gyakorlatba ültettük a tanultakat, megvalósítottuk az első munkaközösségi értekezleteket, melyek sorozata majd támogatni fogja a 7 szokás bevezetését az intézményben. Ez jó lehetőség volt a gazdag módszertani anyag használatára, szakmai tapasztalat cserére, építhettek egymás javaslataira, ötleteire. De tegyük fel, hogy neked ez most mind fontos a jó léten, és mindent bele kell tenni, mindent bele szeretnék tenni. De most egy átlagos tanévben vagyunk. És mindegyik fontos számára. Úgy döntöttem, hogy megteszem. Hát jó van az edzést is, meg a sport. Igen. Az edzés is fontos. Mi is?
a képzés zárásánál megfogalmazták, hogy kimondhatatlanul értékes a program, mert általa életcélt adunk a fiatalok számára. Elismerően nyilatkoztak a színvonalas tananyagról, a gyakorlatias kisfilmekről. Széchenyi 2020. Készült a Délbékési Kistérség több célú társulása és a Délbékés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány megbízásából.